Hát szeretettel köszöntök mindenkit a Vasvár Alapség Megfőiskola nevében. Látom, úgy alakul, hogy most tényleg magunk között vagyunk. Máskor sok idegen is szokott megjelenni, így látszik az időjárás kedvükhet szerte, de talán annál inkább Erzsébetnek könnyebb dolga lesz, ugye kikkel a szemben. Többek között a nyugati végek tudója is. Szeretettel mutatom be Fóti Erzsébetet, aki a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Osztályának a vezetője, antropológus, aki hát szakmája révén és hát addigi munkásságának mint egy koronázásaként részt vett a National Geography Embertani kutatási programjában, ahol a magyar részleget erősítette. Annak idején ugye volt mi nálunk egy kiállítás erről a kutatást, ennek a kutatástól az összefoglalásaként, emlékeznek rá. Akkor ugye talán nem sikerült annyira az embertani részét feltárnunk, hiszen egy genetikus előadónk volt. Most viszont úgy gondolom, hogy talán teljesen képet kaphatunk a magyarság ős történetéről, egy antropológus szájából halljuk ezeket a dolgokat. Köszönöm szépen a bemutatást. Csak annyit mondanék, hogy a nyertes vagyok csak, a papírzikó az igazgató az embertani tárgyban, de hát nagyon köszönöm, hogy meghívtak, igazán nem tudtam, hogy mire is vállalkoztam, hogy akik előtt tartok előadást, de most Mihály elmondta nekem, hogy a városnak a történelem, a magyarság, a hagyományai iránt érdeklődő lakossága az, aki megtisztel engem azzal, hogy ezen a nagyon hideg estén is eljött ide meghallgatni az előadásomat. Ezt az előadást én a tavasszal volt egy magyar őstörténeti konferencia az akadémián, akkor tartottam meg, és én nagyon szigorú keretek között 20 percen belül kellett elmondanom, és akkor felolvastam, hogy beleférjek a 20 percbe, de most úgy hallottam, hogy nem ilyen szigorú a rendezés, és ezért inkább ilyen szabad előadást tartanék erről a témáról. És azt gondolom, hogy én elmondom, amit gondolok, hogy el szeretnék itt most mondani, és akkor utána pedig azt javaslom, hogy kérdezzenek igazán bármit, és akkor én arra válaszolok, elmondom, hogy arról nekem mi a véleményem. Nem az, hogy mi az igazság, meg hogy az hogy van, hanem én azt, hogy gondolom. Hogyha elfogadják, akkor ezt javaslom. Ami a témánk, a mai este témája, az a magyar őstörténetnek az antropológiai nézetből való eredményeinek a vázlatos ismertetése. Ez majdnem olyan régi, mint a régészet, tulajdonképpen már az első régészeti ásatásokon is előkerültek embertani leletek, és a legrégebbi, 100-150 évvel ezelőtti, akkor még orvos szakértők is úgy gondolták, hogy az, hogy egy koponya hogy néz ki, az alkalmas arra, hogy egy népnek vagy egy területnek a történelméről valljon. És ez az antropológia, amivel én foglalkozom, az tulajdonképpen úgy hívják, hogy fenoptikusos genetika, tehát egy olyan fajta genetika, ami a külalap alapján azzal a hipotézissel, hogy az emberek koponyája, koponya alkata, morfológiája az genetikailag determinált, ezzel dolgozva jut el oda, hogy az ásatásokon előkerülő koponyák azok vallanak a múltról, vallanak arról, hogy milyen népcsoportba tartoznak, máshol előásott koponyák közül melyekhez hasonlítanak, anélkül, hogy igazán tudnánk azt a genetikai hátteret, ami mögötte van. Na most ez a másik, ez a genetikusos genetika, ez sokkal újabb keletű,
előnye az, hogy sokkal pontosabban meghatározza azt a bizonyos genetikai hátteret, hátránya meg az, hogy mivel úgy azért nagyon kevés adat van, és sokkal kevesebbet tud erről az egész történetről, mint a fenőfüggősors genetika. De valahogy akármilyen, sokszor az emberek meglepődnek azon, hogy a genetika milyen meglepő állításokat tesz, talán kivételt ez alól az antropológusok jelentik, akik nem lepődnek meg, mert nagyon hasonló az, amit a fenotípusok, tehát az antropológia alapján kibontakozik előttünk, csak mivel jobban kötődünk a történelemhez, ezért talán elfogadhatóbban interpretáljuk, és remélem, hogy ez fog kiderülni majd az előadásokból is. Hogyha a magyarok történetét ilyen antropológiai alapon vizsgáljuk, akkor különösen fontos tisztázni azt a kérdést, amit már nagyon régóta fölteszünk magunknak, hogy mi az, hogy magyar. És én biológus végzettségűként én nem tehetek mást, mint a mai magyarság szempontjából vizsgálni ezt a kérdést. Tehát azt mondom, hogy, ugye, és azt hiszem, hogy ebben mindannyian egyet fogunk érteni, hogy magyar az, aki vallja, annak vallja magát, ezt már nagy irodalmán őseink is így meghatározták, és egy tudósnak sem, meg egy tudományágnak sincs jó a kétségbe vonni ezt. Tehát aki ma magyarnak vallja magát, az mind a magyarság része, és az ő személyes története, meg a hozzá hasonló története is a magyar őstörténet része. Tehát ha így közelítjük meg ezt a kérdést, akkor látjuk, hogy rettenetesen sok szálból áll össze ez a magyar őstörténet. Nem, hagyományosan szokás a magyar őstörténet a magyar nyelv történetével azonosítani, és leszűkíteni arra, hogy azok, ez az őstörténet tulajdonképpen a történelmünknek az a része, hogy azt mutatjuk, hogy a magyarul beszélők, akik a magyar nyelvet a Kárpát-medencébe hozták, azoknak mi is a történetük. Ahogy én az előbb vázoltam, az egy szó sokkal szélesebben értelmezett, és senkit ki nem záró nézete a történetkutatásnak. Így aztán a magyar őstörténet kutatásába a véleményem szerint beletartozik mindazon népek kutatása, történetének kutatása, akik valaha is megfordultak itt a Kárpát-medencébe, és a nem mentek el, hanem a utódaik itt maradtak és köztünk vannak. Ezt nagyon fontosnak tartottam előre bocsátani, és természetesen annak az ágnak a kutatása, akik a magyar nyelvet hozták a Kárpát-medencébe, az én ötletem szerint is egy megkülönböztető figyelmet érdemel, mert ahogy a 19. században mondták, hogy a magyar egy kultúrnemzet. Ez alatt sokan félreértik ezt, de fontosnak tartom tisztázni azt, hogy ez alatt akkor is azt értették, nem az, hogy kultúrát, a többi meg nem, hanem hogy a kultúra. A kultúra az a kovász, az a kohéziós erő, ami a magyarságot összetartja. És ennek a sokféle kultúrának a kutatása az antropológia oldaláról nézve is nagyon fontos. És az, hogy a magyar népet a kultúra tartja össze, az antropológusként számomra egyáltalán nem lepő, és azt hiszem, hogy a régészek nem meglepő, a régészek is ugyanígy gondolkoznak erről, mikor tudják azt, hogy itt Európa közepén ez a hadakútjának nevezett Kárpát-medence, ez mennyire vonzotta tulajdonképpen a népmozgásokat észak felől, dél felől, kelettől, nyugattól, minden irányból. És a legtöbben egyetértenek a régészek is abban, hogy nagyon-nagyon kevés nép ment innen tovább. Tehát tulajdonképpen akik itt átvonultak, még akik átvonultak, azok között is maradtak itt a Kárpát-medencében, aztán a mi őseinké váltak, és csak nagyon-nagyon ritka az a nép, amely valamely miatt aztán tovább vonult, és akkor ő nincs az őseink között. Ez egybevág azzal, hogy már a felső paleolitikumban is lakott volt. Tehát nagyon sok olyan barlang van Magyarországon, ahol
30-40 ezer éves leletek is vannak. Igaz, hogy emberlelet viszonylag kevés van, de régészeti kultúra leletei viszont elég sok. És a mai genetikai eredmények az bizonyítják, hogy kb. 20%-a a mai magyarságnak ebbe a legeslegrégebbi rétegébe tartozik az európai lakosságnak. Tehát az Európát többször hódította meg az emberiség, de az utolsó, amely aztán tartósnak bizonyult, az olyan 40 ezer évvel ezelőtt történt, ez a bizonyos felső paleolit hódítás, és ez ebben a Kárpát-medence is részt vett. És a 40 ezer évvel később a kormány bizonyítja azt, hogy köztünk körülbelül a 20%-a ezek a gének vannak, akik már akkor kerültek ide be a Kárpát-medencébe. És azért tartom fontosnak ezt, és a későbbiekben is hasonlókat mondani, mert hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mi egy ilyen egységes, nagy népként jelentünk meg a Kárpát-medencében. Tehát az a 895-ös honfoglalás az itteni légüres teret talált, jó voltak itt valakik, de azért mégis mi a nagy-nagy nép voltunk, és nem ez látszik a magyarok történetéből, ha az antropológiát nézzük, hanem az látszik, hogy minden irányból mindig jöttek és jöttek ide a népek, és asszimilálódtak az itt levőkbe, és egyre dúsult, egyre összetettebbé vált ez a Kárpát-medencei nép. És hát tulajdonképpen ez az összetett nép vagyunk ma. Részletesen az antropológia tulajdonképpen a római kortól tudja ezt az egész folyamatot követni, annak ellenére, hogy a korábbi a vaskorból is vannak bőségesen leletek, de a vaskor és a római kor között volt körülbelül olyan 2000 év, 1500 év, amikor nagy tömegben hamvasztásos temetkezések voltak itt a Kárpát-medencében, és azok nagyon nyílt ismeretanyagot biztosítanak az antropológia számára, tehát ugye amikor elhamvasztanak egy halottat, akkor ilyen apró kis csontdarabok, meg fogdarabok, meg hasonlók maradnak. Ez nem alkalmas arra, hogy ezt a folyamatosságot, ezt a folyamatnak az összetettségét rekonstruáljuk. Amikor újra visszatért a Kárpát-medencei népesség a korhasztásos csontváltós temetkezésre, ez ugye a harmadik század közepe volt. Tehát onnantól kezdve tudunk antropológiailag ennek a tényleg folyamatában, ennek a Kárpát-medencének a hazánknak a történelméről antropológiai adatok alapján beszélni. Itt most egy kicsit a 6. század, az én igazán, 6. századtól 11. századig az igazi témám, egy kicsit most visszamegyünk arra a korszakra, amikor már valami miatt, ugye a Dunakanyar az nincs már benne, ez be a képbe, tehát valahogy a vetítéssel van valami probléma, de nem baj. Szóval elmondom, hogy a római hódítást megelőző, meg követő, meg azzal egy időben történő eseményekről meglehetősen sok ókori szerző emlékezett meg. Abba körülbelül egyetértenek, hogy kétféle névnevet említenek meg itt a Pannonia, későbbi Pannonia tartomány területén. Az egyik a keltáknak is több törzsét. A másikat pedig a pannonokat, akiket az illírek közé sorolnak, az egy kicsit homályos az, hogy kik és ők, de még népnevek, nem csak népneveket, hanem személyneveket is érintenek, de az én tudomásom szerint más neveket nem említenek. Azért elég nehéz elképzelni, hogy a hosszú korábbi történelem nem maradtak mások, de ez tény, hogy csak ez a két nép vagy a történelmi tudomány ezt a két népet ismeri a római hódítással kapcsolatban. Ugye a Limes az a Duna volt, a határfolyó,
a római birodalomban, de a határon túl is éltek néptek, ezeket is megemlíti, hogy milyen népek éltek, északon inkább germán nyelvű, szvébek, meg nem sorolom fel, hogy milyen néptörzsek éltek. Az Alföld, a mai ugye a Nagy-Magyar Alföld, a Dunatisza közén, meg a Tiszántúlon pedig később ide telepített szarmata jellegű népek éltek. Tehát ez volt az a felállás, amit a történelmből tudunk, és amihez már antropológiai adatok is vannak. Az, hogy a római kori lakosság milyen volt, arról már elég sokat tudunk. 26 olyan temető van a Dunántúlon, amelyről antropológiai feldolgozás is van. Hát több lelőhely van, jóval több, de akinek a népét is, vagy az a temetőbe eltemetett népet is ismerünk, az 26, kékkel jelöltem, kisebbek, nagyobbak vannak köztük. És arra voltam kíváncsi, hogy ez az így jellemzett római kori rétesség, ez a későbbi korszakokban hogy él tovább? Hogy lehet igazolni azt, hogy tovább élnek, és milyen területeken élnek tovább? És elég meglepő eredményre jutottam, mert ahol tömörábrák vannak, azok jelzik azt, hogy nagyon szoros hasonlóság alakult ki a későbbi korszakok népével. Tehát a piros négyszögek, a piros, vagy a háromszög, a karikák azok az avarkori népességet jelölik, a háromszögek azok a 9. század úgynevezett karolinkori népességet jelölik, és a négyszögek pedig a 10-től 13. század, tehát az Árpád-kori népességet jelölik. És azt láthatjuk, hogy a római kori továbbélés, hát nem meglepő, de bizony döntően és igen nagy számban a Dunántúlon igazolható. Tehát, hogy a római birodalom összeomlása után is jelentős néptömegek maradtak a Dunántúlon, és ezek, ahogy lehet látni a karikák, a háromszögek, meg még a négyszögek révén is, egészen az Árpád-korig is igazolhatóan ott vannak. Nagyon nagy tömegben, ott valahol Zalavár, Keszthely környékén csoportosulnak, de igazán itt a nyugati határszélen fel a Dunán, Dunától északra levő területeken. A másik az az eragiszkuszok, mint kelták által lakott dunakanyari régióban, ott is igazolható meg a Balatontól északra, és ez már az avarkorban és a 9. században, és utána látszik, hogy a 11. 13. tehát az Árpád-kori népesség, meg inkább azon kívül, tehát az látszik, ami a történelmből is tudjuk, hogy a magyar hódítás után voltak mindenféle széttelepítések, és akkor a dunántúli lakosság, a romanizált dunántúli lakosság megjelenik más részein is a Kárpát-medencének, a Kárpát-kori birodalom területének, az a területének. Ott hát egy háromszöge, vagy nyilakkal jelzem, hogy egészen Erdélyig. Én egy nagy székelykutatásban vettem részt pár évvel ezelőtt, és az akkori, vagy az eddig feltárt valamennyi erdélyi temetőt megvizsgáltam néhány kollégámmal, és arra jutottunk, hogy a háromszéki székelyek, az egyik pirossal jelzett, tehát piros, tömörpiros kockával jelzett terület. A háromszéki székelyek nagyon, nagyon erősen bizonyíthatóan a nyugati határszélről származnak. Ez tulajdonképpen egybeesik a székelyek eredetének egyik hipotézisével, kettő van. Az egyik az, hogy egy határvédő nép. Tehát nem egy különálló nép, hanem olyan, mint a többi területek magyar népben.
de egy határvédő funkciót látott el, és amikor a nyugati határon már nem volt szükség a szolgálataikra, akkor a keleti határra helyezték át őket. Most ez a három székiekre nagyon jellemző, és ezt nagyon erősen bizonyítani tudtuk az emlettani leletek alapján is. Ugyanakkor el kell mondanom azt, hogy ugye van még három másik szék, abból kettő másik maró székről nem volt lelet, két más széket is vizsgáltunk, ők viszont nem ebbe a társaságba tartoznak, tehát a székhelyek nem egységes eredetűek, hanem van egy ilyen Dunántúlról származó határvédő, tehát önképpen foglalkozásuk által oda került társaság, és van egy másik, amelyik inkább a 10. századi magyar kódítással kapcsolatos, tehát ő hozzájuk áll közel. Tehát ez a kettős eredetet itt sikerült igazolni, és azért mondom el, mert tulajdonképpen, ha nem is Vasváron nincs is adatunk, de erről a nyugati határvidékről származnak, elsősorban Keszthely környékéről egyébként, meg a Kisalföld területéről, több helyről is, és a Dunántúl északra eső területekről az analógiák. Itt is látszik, hogy ugye az a kontinuitás, ami a római korig visszavezethető, az inkább a Dunántúlra jellemző, és csak nagyon-nagyon kevéssé az Alföldre. Tulajdonképpen ez az, amit az antropológiában, ha akármelyik korszakát vizsgáljuk a magyar Kárpát-medence történetét, még nem a magyarokról beszélünk, illetve a mai magyarokról, a mi őseinkről beszélünk, csak nem a mai magyar nyelvekről beszélünk, bármelyik korszakát vizsgáljuk, mindig ugyanezt a képet látjuk, hogy a Dunántúl történelme más, mint a Dunántúl kelet-felső területek története. A Dunántúlon inkább ez a kontinuitás jellemző, ez a kulcs szó, a Dunántúl kelet-felső területekre pedig az örökös változás. Sokkal több a keletről jött elem minden korszakban, és sokkal kevesebb a kontinuus elem. Ez talán majd a későbbiekben jobban tudom részletezni. A következő téma, amiről beszélni szeretnék, az már ezután az avarkor. Ugye ezt követően egy nagy régészeti történeti korszak, az avarkor, amikor egy keletről jött vita, hogy hány törzsből álló nép meghódította a Kárpát-medencét, és nem csak a Kárpát-medencét, hanem azt pontosan ugyanazt a területet, ahol Bóna István nagy régész valamikor kifejtette, ami aztán a Nagy Lajosi, Nagy Magyarország területe volt, pontosan ugyanazt a területet hódította meg. Az avarkorban, ahogy az előbb lehetett látni, hogy 26 temetőt ismerünk antropológiailag a Dunántúlról. Az avarkorból sok százat, és olyat, amit nem ismerünk, de fel van tárva régészetileg, olyan meg több ezer. Tehát hirtelen egy valóságos népességrobbanás következett be az avarkorban. És erre valami magyarázatot adni kell. Régésznek is, történésznek is, antropológusnak is, hogy mi volt ez a népességrobbanás. Ugye erre, ha elgondolkozunk, akkor többféle magyarázat lehetséges. Hát egyik nyilván abban a népességben, ebben az avarkori népességben benne van a korábban itt élők leszármazottai, benne vannak az előbb már részletezett dunántúli római kori autochton népesség leszármazottai, benne vannak a szarmaták, a gepidák leszármazottai, akik az Alföldön éltek. De ez még mind nem magyarázza meg, messze nem magyarázza meg azt a nagy népességbumot, amit láttunk az avarkorban. Tehát ez az egyik, hogy benne vannak. A másik az, hogy én elképzelhetőnek tartom, hogy benne van ebben a nagy avarkori népességben egy olyan jelenség is, hogy itt élhettek olyan népek is, akik nem jelennek meg korábban, akiknek a halottai nem jelennek meg
korábban a temetőkben, mert hangos társas temetkezéssel temetkeztek, és fokozatosan térnek át a csontvázas temetkezésre, és olyan, mintha akkor jelentek volna meg, holott ott voltak ők korábban is, de a kutató számára ekkor válnak nyilvánvalóvá, és láthatóvá, és kutathatóvá. Most ez a része a kutatásnak annyira, annak ellenére én úgy gondolom, hogy ez jelentős. Talán érzelmi okokból nagyon rosszul áll, régészetileg is rosszul áll ez a része a kutatásnak, antropológiailag meg ennek folyamányaképpen szintén. Ugyanis itt ilyen rosszul értelmezett nemzeti érzékenység miatt itt azonnal a szlávokra gondolunk. Ugye a szlávok voltak azok, akik tudottan hamvasztásos temetkezéssel temetkeztek, aztán mondjuk már a 9.-10. Században már nem, akkor már ők is csontvázas temetkezéssel temetkeztek. Krónikákból is lehet tudni, hogy tényleg értek szlávok. Ugyanakkor milyen érdekes, tényleg döbbenetes, hogy miért nincs akkor Pliniusnál vagy másokkori szerzőknél megemlítve. Tehát itt rengeteg homályos folt van, ugyanakkor viszont nagyon sok szám, nagyon sok indirekt ér mutat amellett, hogy bizony a szlávokkal is számolnunk kell ebben a népesség szaporulatban. És az antropológia és a genetika meg még tovább erősíti ezt a gondolatot, hiszen különösen a mai magyarság. Ha a mai magyarság oldaláról nézzük, akkor mi igen nagyon hasonlítunk a környékbeli népekkel. Tehát van egy kb. 20%-nyi különbség köztünk, ami ő bennük nincs, bennünk megvan, de a többi viszont nagyon más, kicsit más, mozaikos, kicsit más, de kb. Ugyanolyan embertani elemekből építkezünk. Úgyhogy ezzel is számolni kell, de még mással is számolni kell, és az ami erről beszélek többet, amivel viszont már jó, hogy sokkal jobban áll a kutatás, az, hogy valóban jöttek néptömegek keletről, a zavarokkal, és itt az a kérdés, hogy honnan jöttek, kik, és mennyien lehettek vajon ők. Egyrészt bizonyosan jött egy mongolid nép. És valószínű, hogy nem is egy törzsből állt, mert nem egységesek az avarkori mongolidok. Az, hogy jelentős szerepet töltöttek be az avarbirodalom államszervezetében, az azt bizonyítja, hogy a pagán, ugye, vita, hogy tényleg pagáni méltóság volt-e a húgvábori pagán, de biztos, hogy nagyon előkelő volt, és nagyon a társadalmi rangért a csúcsán helyezkedett el. Ugye ő is a mongolok közé tartozik, erősen mongolid arcberendezése van, méghozzá olyan típusú mongol, amilyen a Dunántúlon a Kisalföldön telepedett le, legnagyobb, leginkább ő hozzájuk hasonlít a Moson-Szent János, Moson-Szent Péter környékén letelepedett avarkori mongolid népesség, de a Duna-Tisza közén is vannak hozzájuk hasonlóak. Na most volt egy olyan antropológus, aki megszámolta, hogy az avarkorban a valóban mongol típusú embertani elem az milyen részarány képvisel, és kiderült, hogy összesen olyan 2% volt. Tehát társadalmilag ők jelentősek voltak, de a magyar etnogenezésben biztosan nem veszik ki olyan nagyon nagy súlyarányban részüket. Viszont nem mentek tovább. Tehát ők, az ő vonásaik azért valamennyire még most is bennünk vannak, és ez épp bizonyítja is a mai magyar népességnek a genetikai kutatása, de bizonyítja a fenotípusos kutatás is, mert én csináltam olyan kutatást, hogy orosz antropológus nővel, hogy mai magyarokat vizsgáltuk antropológiai értelemben, és az orosz kutatónő nagyon meglepődött, hogy bizony vannak mozaikosan mongolid vonások a magyarságban. Nem olyan, nagyon ritka olyan, aki ugye Mongóliában mongolnak gondolja, hanem olyan, hogy ilyen mozaikos, ilyen egy-egy vonás, hogy
távolülő szemek és fénylő fekete szög haj, de esetleg magas termet, ami nem stimmel. A fénylő fekete rúzs haja stimmel, a távolülő szemek stimmelnek, az, hogy kék szem, az már nem stimmel. Tehát ilyen mozaikos nyomokban maradtak meg a ezen őseink hatása a mai magyarságban. Tehát mivel ők 200 év, azért nem ők dominálnak ugye a magyar nép kialakulásában. Az, hogy közelebb jussak, egy kicsit, egy lépéssel közelebb jussak, hogy vajon kik lehetnek az újonnan jött avarók, megvizsgáltam azt, hogy néznek ki azok, akik ővel rendelkeznek. Ugye, mert ahogy mondtam, mindenféle népek keveredtek, amiből bizonyos dolgokat biztosan tudunk, bizonyos dolgokat, és sok mindent meg nem. De azt, hogy az ővel rendelkezők, ők valahol az elithez tartoznak, és talán jó megközelítéssel köztük lehetnek azok, akik újonnan jöttek ebbe a népbe, az egy olyan hipotézis, amit érdemes megvizsgálni. És megvizsgáltam azt, hogy az öves, ugye meglehetősen sok öv garnitúrával rendelkező avar van, és vannak olyan régészek, akik ugye össze is gyűjtik őket, és monográfiát csinálnak ebből, én is egy ilyen könyvet használtam alapul, és megnéztem, hogy a hozzátartozó koponyák alapján mit is lehet mondani. Az egyik legrégebben vitatott kérdése az, hogy az avarkort, ugye az kb. 300 év, ha jól tudom, hogy kell korszakolni. Szokás korai, közép, késő, van, aki csak korai, meg késő, ebben is vita van, de egyáltalán az övek mögött, meg a korszakok mögött újabb és újabb néphullámok vannak-e, vagy végig ugyanaz az a népesség volt? Ez volt a kérdés. És amikor megvizsgáltam ezt de itt is írom, hogy egy vagy több népesség hullámról van szó, ez nem számomra a legtöbb kérdés, akkor azt találtam, hogy az övek alapján a korai és a késői népesség lényegében ugyanannak a népességnek tekinthető. Tehát nem válik el a korai a más technikával, más motivumokkal díszített övgarnitúra, és a késői az a bizonyos griffes indás, ugye azt hiszem, hogy mindenki László Gyulára gondolja ekkor. Tehát annak a népe antropológiai nem válik el, hanem egy folyamatos, kontinuális népességet látunk. És ez a nép, ez a övesek népe, azok között vannak ugyan mongolok, de nagy meglepetésemre nagyon kevesen, és ez a bizonyos elithez tartozó társaság, ennek a nagy része európai volt. És mégis elválnak, csak nem úgy horizontálisan, hogy korai, középső, késő szakaszban, hanem vertikálisan válnak el, hogy van közöttük, azt hiszem, igen, itt lehet látni, hogy mennyire különbözőek. Mind a kettő koponya valamilyen gyönyörű ökítész garnitúrával, valami nevezetes régészek által jól ismert temető, jól ismert sírja, és mégis azt látjuk, hogy az egyik egy nagyon alacsony agykoponyájú, a másik pedig egy kifejezetten magas agykoponyájú. És olyan nagy a különbség, hogy 15% a két koponya közötti különbség, ami hát egy óriási különbség, hogyha emberbe nézzük, hogy a koponyájuk különböző mutatói szint. Itt talán még jobban látszik, hogyha így fektetünk. Az egyik egy ilyen hosszú, keskeny, alacsony agykoponyájú, a másik pedig rövid, széles és nagyon magas agykoponyájú. És az övdísz pedig ugyanaz. Tehát látszik, hogy nem lehet egy csoportba összevonni őket, hanem, és ez megvan, ez a felosztás, ez a nagyon alacsony agykoponyájú megvan a korai, a közép és a késői, tehát az avarkorszakán végigmegy, és a másik is, a magas agykoponyájú is. Na most itt jutottunk el oda, ugye, ahol felmerül az, hogy ez a kettős honfoglalás kérdése, hogy az avarkori és a honfoglaláskori népi beáramlás között van-e valamilyen kapcsolat.
És antropológusként is mindig tagadtuk ezt a kapcsolatot, és azért, mert a népességeket mindig ilyen egységes entitásként kezeltük. És hogyha egységes entitásként kezeljük az avarkori népességet, meg a honfoglaláskori népességet, akkor azt látjuk, hogy nincs kapcsolat. De hogyha így kezeljük, hogy csoportra bontva, hogy embertanilag hogy néznek ki, akkor viszont már van, akkor már érdemes tovább vizsgálni ezt a kérdést, hogy van-e olyan nép, ami megjelent a 895-ös magyar honfoglalásban, de megjelent már korábban is itt a Kárpát-medencében. És azt találtam, nem tudom, hogy van-e róla valami, nincs róla már több, azt találtam, hogy, hogy mind a két típus megvan az avarkorban is és a honfoglaláskorban is, csak egészen más arányokban. Az a bizonyos nagyon alacsony, hosszúkás, agykoponyájú, az egészen elenyésző, kevés van azokból a honfoglalók közül, viszont ez a magas, rövid, széles agykoponyájú, ez meg dominál közöttük. És az, hogy tovább menjünk, és hogy a végén majd visszatérek az analógiák, keleti analógiák mutatásába, hogy hogy érnek össze ezek az avar és a honfoglaló szálak, csak előtte még egy kicsit részletesebben beszélek arról, hogy a 10. századi honfoglalók antropológiai eloszlása hogy nézik. Ide, a körvére, egy eloszlásgörbe, ide fölvetítettem az összes ismert honfoglaláskori koponyát, mindegyiket, függetlenül attól, hogy milyen mellékleteik voltak. Lényeg az, hogy 10. században kezdték őket. És azt látjuk, hogy ez az eloszlás egyáltalán nem egyenletes, de ugyanakkor szabály van benne. Az egyik az, hogy ha egy olyan népességről beszélünk, amely hosszú időn át együtt, évszázadokon át együtt él, és bárki, ugye ilyen szabad párválasztás van, elvileg bárki bárkivel házasodhat, akkor az biológiailag úgy néz ki, hogy ilyen Gauss-görbe alakul ki. Bármilyen metrikus jelleget vizsgálunk. Az a Gauss-görbe az ilyen. Ilyen alakú körbe. Ez azt jelenti, hogy ahol a csúcsa van, azokból van a legtöbb, tehát az az átlag. Testmagasság, bármi, koponya magasság, szélesség, bármi, ami metrikus jelleg, az így néz ki. És amelyik meg ritkább, azokból meg ilyen kevés van, és a harang alján vannak azok. Na most ez nem ilyen Gauss-görbe, ez messze nem szabályos Gauss-görbe, hanem azt látjuk, most a színektől tekintsünk el, azt látjuk, hogy ott a 77-es méret környékén, ez egyébként a koponyának a hosszúság és a szélesség viszonyáról van itt szó. Azt látjuk, hogy ott a 77-es méret környékén van egy csúcs, és van ott a széle felé, ott a 84-es, 86-os környékén is. És az egy kicsit olyan rendezetlenebb. És akkor, hogyha ilyen kettős csúcsú eloszlásgörbe alakul ki, akkor az antropológia azt, mint antropológus mindig tudja, hogy ott két különböző népességről van szó, olyan egy korszakba, egy területre keltezik őket, sorolják őket, de valójában ők még nem alkotnak egységes népet. Tehát ez az antropológia nyelvén azt jelenti, hogy a 10. századi Kárpát-medencei népesség az két alapvetően különálló népességből áll egy keskeny, hosszú, koponyájú, nagyobb néptömegből, az van balra, és áll egy széles, rövid koponyájú, kisebb néptömegből. És itt rögtön ezen az ábrán, hogyha a színeket is most már hozzánézzük, akkor azt is látjuk, hogy ez a különböző temetőkben hogy oszlik meg. A 10. századi temetőket mostanában úgy szokták a lélészek leginkább felosztani, hogy vannak a kisléccel, régen úgy, hogy kisléccámú temetők, ezek ilyen családi temetkezések, meg egyesével eltemetett emberek, akik még nem faluhoz tartoznak, hanem a vándorlás során, a nomadizálás során, meg ahogy a Kárpát-medencét elfoglalták, akik meghaltak, hát őket külön akkor eltemették. Ugye ők az egyik társaság,
Mostanában ezt szállási temetőnek szokták nevezni, és a másik társaság az, akik pedig igazi falusi temetőben, tehát ilyen letelepedett életmódot folytató temetőkben találhatók. Na most ezt szerint hozték itt meg. A kék az a falusi temetőkben eltemetett népesség, a piros pedig a szállási temetőkben eltemetett népesség. Tehát azt látjuk, hogy a falusi temetőkben egy hosszú, keskeny, koponyájú, teljesen európai népesség temetkezett, és közülük csak nagyon kevesen, az ilyen temetőkben csak nagyon kevés szállási temetőkre jellemző sírmellékletel ellátott ember van, és viszont hasonló kinézetű, és a másik, a jobb oldalon, a pirossal jellemzett, ott van a többsége, a piros, a szállási temető népességének, ők pedig ez a bizonyos, rövid, széles, magas agykoponyájú népesség. Na most ez igazán, például a Gábor tudná elmondani, hogy mekkora különbség van a régészeti mellékletek alapján, a kékkel jelölteké majdnem semmi, vagy hajkalika, vagy van nagyon szegény mellékletű. A pirossal jelzett népesség pedig az a bizonyos lóval, fegyverrel, íjjal, nyilakkal eltemetett, sok esetekként nemesvém díszítéssel eltemetett népesség. Na most, földrajzilag is meglehetősen eltérnek egymástól ez a két népesség. Az a bizonyos szállási temetők népessége, az szinte kizárólagosan uralja a felső Tiszavidéket. Esetenként igen gazdag temetőket hoztak létre, például a Karosi temető tartozik ide, ahol elképesztő fegyver, mennyiséget tártak fel, és arany mellékleteket, és csodálatosan szép ékszereket, meg férfi fegyverdíszeket. Szinte minden sírban lovas temetkezés volt. Tehát ők ebbe a bizonyos széles koponyájú társaságba tartoznak, annyira, hogy szinte kizárólag csak ilyen van köztük. Tehát abban az időben, amikor elfoglalták a felső Tiszavidéket, a folyók közét, a Bodrog, a Bodga, a Tisza partját, abban az időben még ők tulajdonképpen nem keverhetett össze ezzel a másik széles vagy keskeny koponyájú társasággal. Aztán a Dunántúlon, már a Dunatisza közén is haladtak délre, a Dunatisza közén egy vegyes társaságot látunk. Azt látjuk, hogy ez a két népesség kezd összekeveredni. Ugyanakkor van egy ilyen nagyon homogén, szintén lóval, fegyverekkel eltemetett Brahikrán antropológiai, így mondjuk széleskoponyájú társaság Szeged környékén is. Úgyhogy még én azt is el tudom képzelni, hogy az egy másik áramlat lehetett, hogy ott is ilyen homogének található. A Dunántúlon viszont azt látjuk, hogy vagy egyesével vannak eltemetve ezek a lóval, tehát ezek a, én most egyszerűen leegyszerűsítem, azt mondom, törökös honfoglaló, vagy pedig a nagyobb temetőkben, akkor pedig azt látjuk, hogy a temető közepén és a leggazdagabb melléklettel vannak eltemetve, tehát úgy tűnik, mint hogy ők az urai annak a területnek, és akkor de már együtt élnek a feltehetően korábban itt lévő, itt talált népességgel. Úgyhogy ezt látjuk, antropológiailag ezt lehet látni a 10. századi anyag elemzésével. Itt körülbelül ugyanazt tudom elmondani, leginkább itt lehet látni, szintén minden nyírföl van, aki egyáltalán létezik a 10. századból. Ennél jóval több van, mint pont látszik, mert egymásra vetülnek. De azért, mint tendencia látszik, hogy itt csoportosulnak a lovas, Brahikrán, széles koponyája, és itt szinte alig van belőlük. Ott is a
tehát több részben, akár ezen is, hogyha most ez a három, vagy ez a négy szög a szélességet és a magasság alapján szórja ugye a népességet. Valahol az index és a... Tehát bármelyik alapján, mindegyik alapján igazán, hogy a bármilyen mellettője alapján nézni, de hogy így elkülönül. Na most ez elég nagy meglepetés. Pedig már régóta mondjuk az antropológusok, mi ezt azért régóta mondjuk, a szakma képviselői még mindig nem igazán akarják ezt elfogadni, és magyarázatot találni erre, mert ugyanis ebből az következik, hogy itt a Kárpát-medencében volt egy nagy európai alapnépesség, és egy jóval kisebb keleti magyarság, törökös magyarság jött ide. És ez megint nagyon szembehelyezkedik azzal, amit mindnyájan tanultunk az iskolában. Ugye azzal, hogy itt a magyarok elfoglalták az alig lakott Kárpát-medencét, és attól kezdve itt a magyarok éltek. Nem így látszik, hanem úgy látszik, hogy a magyarság az itt alakult ki, legalábbis az a magyarság, aki mi most vagyunk, az itt alakult ki évszázadok alatt a Kárpát-medencében. És ez egy epizódja volt ennek ez a 895-ös honfoglalás. Ez egy epizódja volt ennek a történetnek, de utána legalább ekkora jelentőségű népességtörténeti epizódjai következtek még, amikor a hunok, a besenyők, jászok betelepültek, de még utána, amikor például a svábok betelepültek, a szlovákok betelepültek, ezek mind óriási hatással vannak a mai magyarságra. Szerintem, ha valaki végignéz a saját családja történetén, akkor azt hiszem, hogy ezen nem lepődik meg azért olyan nagyon. Itt tulajdonképpen azt mutatom be, hogy ugye, ahogy az előbb mondtam, hogy a típusok, ez a hosszú keskeny koponyájú, a kenézlő honfoglaláskori, ez egy nagyon-nagyon gazdag temető volt a felső visszavidéken. Ott is megvan ugyanúgy, nagyon hasonlóan, mint a ülői avarkori temetőben, és megvan a honfoglaláskori lovasoknál is, az A és a B típus is előfordul, nem olyan dominánsan eltérően, mint az avarkorban. Na most a hátralevő részben arról szeretnék beszélni, hogy a keleti analógiák, tehát hangsúlyozottan vannak északi, déli, nyugati analógiák, autokton, Kárpát-medencei analógiák, ami a magyarságban, tehát akik őseink és továbbjöttek, de én nem ezzel foglalkozom a továbbiakban, hanem azzal, hogy a keletről milyen népek jöttek be közénk. Hajlamosak vagyunk ebben is a szélsőségekre, és nagyon nehezen szakítunk az iskolában tanultakkal. Akkor is, hogyha recsegrobog az, amit tanultunk, tulajdonképpen az új kutatási eredmények nem nagyon kerülnek be még a közgondolkozásba, éppen azért, mert nagyon ellentmondanak azzal, amit tanultunk, de ugyanakkor mégse állnak még olyan meggyőző koherens képé össze, szerintem ez az oka ellen. Úgyhogy ezért ne lepődjenek meg, hogy amit mondok, abban is ilyen mozaikos tudás van, de nem egy koherens, igazán koherens kép, és ezt nem is akarom annyira sarkítani, hogy úgy nézzen ki, mintha az lenne. Azt néztem, hogy azt vizsgáltam, hogy a honfoglalás kori temetőknek milyen keleti analógiák és az avarkori már az előbbi jellemzett lovasok, vagy fegyvereseknek milyen keleti analógiáik vannak. És ugye, ahogy mondtam, hajlamosak vagyunk túlzásokba esni, hogy mindenki a Magna Hungáriából jött, meg senki. Tehát van olyan kutató, aki azt mondja, hogy ott soha nem jártak magyarok. És az igazság való úgy tűnik, hogy majdnem mindig itt is valahol a kettő között van, hogy antropológiai úgy tűnik, hogy igenis vannak keleti analógiák többfelé is. Itt a felső, a Donyec, a Nyeper, felső Donyec vidékén, ez amit itt ábrázolok, ez a körülbelül a kazán irodalomnak a területe.
És azt találtam, hogy van olyan honfoglaláskori temető, például a tiszafüredi temető, amely ilyen letelepült falusi temető, tehát viszonylag nagy sírszámú, és nagyon erős analógiája vannak itt, van itt a kelet-európai sztyeppén, mégpedig pont azon a területen, ahol a kazán irodalom volt, méghozzá a úgynevezett majackoje golodisse, majackoje kultúra. Tehát ennek a kazán irodalomnak, ez mostanában szokás, annak az alánágával, az alánevetettő ágával azonosítani. Ezek a temetők, amik ott pirosan vannak bejelölve, azok, ezek ilyen nagyon közeli analógiái a tiszafüredi falusi temetőnek, és ezek vadszarmata temetők, azok főleg itt a lenti régióban a sztyeppén, vagy pedig ott fönn a kazán irodalomhoz tartozó majackoje kultúrái, tehát alántípusú temető. Tehát van valami, bizony úgy tűnik, hogy jöttek a fegyveres lókkal eltemetett népességgel, ilyen egyszerűbb kultúrájú, letelepült népek is, tehát azok olyan is ragadtak innen magukkal. A következő ott fönt, a kékkel jelölt, az pedig egy másik neuralgikus pontja az őstörténetünk kutatásának, ugye az, hogy a Magna Hungária az tényleg Magna Hungária volt az egész magyarság számára, vagy ott aztán soha nem is jártak magyarok, vagy mit tudunk erről mondani. Tehát azt már nagyon régen észrevettük, hogy úgy nem igaz a dolog, ahogy az iskolában tanultuk, hogy az a bizonyos gyönyörű lóval, fegyverekkel eltemetett népesség, amilyen például a Karosi temetőben megjelenik, az ott alakult ki. És annak megvannak ott a gyökerei egészen valamikor, nem tudom mi, milyen régi korszakokig, rengeteg korszakot írnak ott le, és rengeteg kultúrát, és hogy az ilyen és olyan, amolyanban megvannak a gyökerei, ez biztosan úgy látszik, hogy nem. Az se igaz, hogy soha nem járt hozzájuk hasonló, ott járt, hozzájuk hasonló van, de az csak a 7.-8. században jelent meg, mint pedig a volgai bolgárok személyében, vagy a törzsében, vagy korai bolgárok. Örülünk, azt tudjuk, hogy valamikor volt egy nagy Bulgária a Hunbirodalom szétesése után, nem tudni, hogyan is tevődött össze, és milyen népekből, de azt tudjuk, hogy valahol a Fekete-tenger északi partvidékén volt egy ilyen, és amikor egy a nagy fejedelmük meghalt, akkor ahogy a sztyeppei birodalmaknál ez szinte mindig így van, hogy egy nagy ember halál után szétesik a birodalom, egy része ennek a birodalomnak egy nép fölvándorolt a középbolgárhoz, és őket hívják volgai bolgároknak. És aztán a későbbi tatár népnek a volgai tatároknak az őseivé váltak. Na most ez a korai bolgár anyag, ez rettenetesen hasonlít ehhez a bizonyos, mondjuk így egyszerűen dörökös karosi féle népességhez. Több dologban is, nem csak az arcberendezése, a rövid széles koponyája, de kulturálisan is. Most itt egy kicsit kilépek az antropológus szerepből, erre a bizonyos karosi típusú törökös népességre nagyon jellemző az úgynevezett részleges jelképes lovas temetkezés. Ez azt jelenti, hogy a lovukat is betették a sírba, ugyanabban a sírgödörbe, ahova a halottat eltemették, álltak a lábához, sok részlet van, de abban nem menik bele, és a toron, a halotti toron elfogyasztották a ló húsát, és akkor csak a bőr, meg a végtagok, meg a koponya maradt, ugye, ahol nincs hús. És azt betették a halotthoz. Elég sokféle lovas temetkezést olvas az ember a régészeti irodalmat tárgyalja, Gábor jó lenne, hozzászólnám utána. Viszont ez nem olyan gyakori, és bizonyos népességekhez köthető, és egy vándorlási útvonalat mutat ki az ilyenfajta temetkezéseknek az előfordulása. Na most ebben ugyanígy néznek ki, pontosan ugyanígy lehet ebben a részleges és jelképes lovas temetkezésben. És a másik is kulturális, ami viszont már az antropológiához van közel, az pedig az a jelképes preparáció szokása.
Ami abból áll, hogy valamikor a fiatalkor elején megnyitották a hajas fejbőrt, és akkor ilyen jelet harcoltak a koponyacsontba. És ezt a szutúrák mentén, tehát a varatok mentén, nem akárhova, hanem vagy közvetlenül a varatra, nagyon gyakori, hogy itt, ahol a varatok találkoznak, gyakori az is, hogy kettőt, és azt akkor szimmetrikusan, nagyon ritka, hihetetlenül ritka jelenség ez. Ezzel szemben a Kárpát-medencében több mint 200 ilyen koponya van. Ezen kívül ott, ebben a bizonyos volgai bolgáranyagban egy temetőben 68-ból 12 ilyen koponya van, tehát ez is megvan, nem csak abban a, úgy hívják, hogy Bolsért Arkán, ez a nagyon hasonló temető, másban is, és ezen kívül még a dunai bolgároknál fordul elő, tehát szintén a bolgáranyagban, és elvétve azt gyepén egy-egy. Aztán azon kívül ismeretlen. Úgyhogy hát bizony nagyon érdemes ezt megfontolni, hogy milyen fajta rokonság küzd minket a volgai bolgárokhoz a kalosi típusú temetők által. Amit ott látunk, a kék, az viszont más, az, hogy mások is megjelentek-e. Én azt vizsgáltam ebben a kontextusban, igen, van olyan falusi temető, amelynek szintén vannak analógiája a Volga-Káma vidéken, ez például a Kál legelő temető, ahol, ami nem ebbe az előkelő csoportba tartozik, hanem a bizonyos vékony keskeny koponyájú népességben, és őnekik is van méghozzá a baskíriai területen. És egészen a kara, a buszkaja, meg nem mondok ilyen neveket, annyira kultúrát, tehát nagyon régi kultúrákig megy vissza ez az analógia, ami azt bizonyítja, hogy bizony nagyon úgy néz ki, hogy az az egyszerű népi anyagból is érkezett a Magna Hungária területéről is honfoglaló a magyarsággal, tehát nem csak a lovas előkelő. Úgyhogy ott is érdemes folytatni tovább a kutatást. A következő, hogy megvizsgáltam azt, hogy ugye a honfoglaláskor előkelői, ezek a türkös kalosi típusú honfoglalók, ez nem csak a kalos más is, de azok nagyon egy csoportba vonhatók, azoknak hol vannak analógiái? Tehát ahogy mondtam, vannak valami analógiái az európai térfélen is, de ahol tömegesen vannak, az Közép-Ázsia. És pedig a Közép-Ázsiának a déli területe, és ugyanahogy elmondtam a Magna Hungária területén, hogy több ezer évre visszamenőleg vannak analógiái, és egy ilyen láncolatot alkot, analógia, tehát hogy hasonló népességek antropológiai értelemben. Ugyanez elmondható erre a széles koponyájú előkelőségre, társaságra is, hogy a Közép-Ázsia déli részén van olyan terület, ahol egészen a szaka időszakig, ami a Krisztus körüli évszázadon, mondjuk Krisztus előtt 200-zal kezdődik, és Krisztus után 200-ig van körülbelül, ez egy irányi eredetű népesség a szaka. Ott Ázsiában szakának, Európában szkítának mondják, de lényegében hasonló vagy ugyanaz, vagy csak hasonló. Inkább azt hiszem, hogy hasonló népesség, tehát idáni eredetű nomád népességről van itt szó. És utána folytatódik ez a Muszlumnak nevezett kultúrában, a Hun kultúrában, egy ilyen hektarita kultúra alakult ki, vagy irodalom alakult ki Dél-Kelet-Ázsiában. A legközelebbi analógiái azok, az ebben mutat, tehát ebben a Heftalita Hun iráni eredetű Hun kultúrába vezet vissza ez a bizonyos magyar előkelőségnek a legközelebbi analógiája, és nagyon széles területen, leginkább a Tien-Sánban, azon kívül ott a Balhastó, ott a tetején van, az alatt van egy úgynevezett étfolyam, oroszul személyecsének nevezett terület, az a Ferganai medencében, még antropológiailag is ezt a típus Pamiro-Ferganainak nevezzük. Hát
ugye ott tömegével vannak. Ez egy teljesen európai népesség, ez az iráni eredetű népesség, és leginkább a mai tádzsikokhoz hasonlít. Tehát a tádzsikok azok, akik megőrizték ezt a formát, a többi dél-közép-ázsiai népesség a későbbiek folyamán nagyon erősen összekeveredett különböző korszakokban mongol népességekkel. A tádzsikok nem. Úgyhogy az az egyik, a másik, ez Dél-Szibéria és az Altáj, a nagyon nagy hegyeknek a határterülete, a Tuvai medence, több medence van, amiben hasonló, de főleg a Tuvai medence töröksége, méghozzá az egy Ujgur nevezetű török törzshöz hasonlít még nagyon, és hát minden analogia ide vezet, tehát a többi, ennél sokkal gyengébb analogia az európai szkeptén, az a vándorlás útvonala, és úgy tűnik, hogy ez a népesség, ez valahol Közép-Ázsiába alakult ki, és ebbe mélyen belenyúlik Közép-Ázsia gyökereibe. Tehát ezek azok a területek, ahol hasonlóakat lehet találni, és ezek azok a területek, ahol nem csak a honfoglaló magyaroknak ez a vezértőrse az, amelyik ide mutat a történelemben, hanem az avarok, most utalok vissza, tehát az avaroknak azok a bizonyos öves csoportjai is szintén itt találnak megfelelő analógiát. Ugyan más korszakban, de ezeken a területeken. Azt hiszem, hogy ennyi volt az, amit el akartam mondani, igen, tehát ez most a zavarkori analógia, tehát pontosan ugyanazokon a területeken, a Tuvai terület, Dél-Szibérián, ez az Irtisz völgye, és a Közép-Ázsiának pedig elsősorban a Tiensán. Na most összefoglalásként itt leírtam azt, hogy az én véleményem az, hogy a magyar nép az nem úgy jött ide ilyen nagy-nagy tömegben és elfogadta az egész Kárpát-medencét, hanem itt alakult ki, mégpedig több jelentős hullámban idejött népességből. Egyrészt a már korábban itt érteknek a leszármazottai vannak az őseink között, a másik nagy ilyen hullámból az az avarkorban idejött népesség, és a harmadik az pedig a 895-ös honfoglalók népe, amely aztán az Árpád-korban már mint egységes magyar, többi kevésbé egységes magyar, de magyarul beszélő népként jelent meg. Aztán a további történetéről ugye említettem a slávok és a unok és a jászok és hasonló területről most nem beszélek. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm, hogy meghallgattak. Hogy mégiscsak Európában ma egyedül vagyunk, talán a baszkokkal együtt. Akkor ennek valamiféle oka nyilvánvaló mégiscsak van, tehát hogyha így alakult ki ez a Kárpát-medencei magyarság, akkor akik távolabbról jöttek, azok olvasztották magukba azokat, akik itt éltek és többen voltak, feltételezem, hogy ez a valószínű, mert akik itt voltak, azok mégiscsak jobban hasonlulnak és hasonlultak Európához. Vagy hogy van ez a dolog? Hát eléggé össze-vissza, de lehet nyilvánvaló, hogy kérdezni is össze-vissza próbálok. Szerintem nagyon jól fogta meg. Én azt gondolom, hogy
hogy azért tudunk olyan kevesetesek, azért olyan homályos a saját történelmünk, mert tényleg nagyon összetett. És akkor már az ember kutatóként is valamit elkezd tisztán látni, akkor még mindig összekukancolódik a szál. És abban én nem ismerem ennek a kultúrtörténetét. Tehát ebben én nagyon keveset tudok, hogy ugye készülöttek a millenniumra, és akkor előtte már kirobbant ez az ukor-török nyelvi háború, akkor politikai jogokból le kellett zárni, meg... Szóval én ennek a történetet olyan igazán nem ismerem, de ennek biztos, hogy persze volt ennek szerepe, korábban nem hiszem, olyan nagyon érdekelte az embereket, hogy is volt ez a magyarok történetével. Illetve hát jobban hittek talán hogy kell jól mondani, mesékbe, tehát a szájhagyományba, amit ugye az emberek egymásnak adnak át. Ahogy keleten egyébként azok a kollégáim, akik járnak keletre kutatni, azok azt mondják, hogy a török népek egyszerűen a evidenciának veszik azt, hogy bizony a néphagyományban valahol ott az igazság. Tehát nem úgy, mint mi, hogy azon elzárkozunk, mert az Anonymousnál van, meg nem, akkor biztos nem igaz. Pont ezen az akadémiai előadás sorozaton a Hoppál Mihály szólt hozzá úgy, hogy meg kell barátkoznunk abban azzal a gondolattal, hogy azért van valami a hagyományunkban, a néphagyományunkban, meg az eredet mondáinkban, tehát hogy azért nem kellene, nem kell minden áll, és ezt az akadémián mondta ki. Úgyhogy az, hogy tényleg ilyen, rettenetesen összetett, és nagyon gyakran nem tudjuk, hogy melyikünk miről beszél. Tehát azért például én nagyon megörültem, amikor a régészek mostanában már szállástemetőkről, meg falusi temetőkről beszélnek, mert elkezdenek közelíteni ahhoz például, amit én látok, hogy a falusi temetőkben más népesség lakik. A szállási temetőkben megint más népesség. Most meg is mentem arra rá, hogy az is két csúcsú volt, talán a nézekkeznek arra a bőrvére, ennyire nem akartam most kifejteni, hogy az is úgy tűnik, hogy két törzs, és nagyon jellegzetes törzs volt még a lovasok között is. Tehát azt hiszem, hogy ez volt a kérdésem, hogy ilyen politikai okok, kultúrpolitikai okok élesztéke ki ezt a dolgot ennyire. Én úgy gondolom, hogy sokat rontottak rajta, és az, hogy annyira ilyen letisztult tudományként jelenik meg a tanításban a történetünk, az hiba. Az hiba, mert az nagyon bemerevítette az álláspontokat, már pedig a tudományos kutatásnak a lényege a bátorság és a tabu döntögetése és a tabuk nem tisztelete. Már pedig, hogyha ha tulajdonképpen nem kap pénzt az ember másra, mint egy bizonyos kutatásra, akkor az nagyon rossz. És én úgy gondolom, hogy most jött el az idő arra, nagyon sokan kárhoztatják a genetikát, de a genetika az a hatalmas fegyver, vagy eszköz, az a rendkívül beszédes eszköz, ami nagyon sok kérdést tisztázni fog mostanában, az elkövetkezendő évtizedekben. Óriási hátrány, hogy nagyon drága. Az is hátránya, hogy talán olyanok is hozzányúltak, akiknek semmilyen történeti ismeretük nincs. De erről nem akarok rosszat mondani, de rossz eredmények jöttek ki. Viszont döbbenetes eredmények is vannak. Az, hogy milyen fordulatos a kutatás történet is ennek a kérdésnek. Akik a honfoglalásot elkezdték kutatni, az egy szegedi genetikus professzor vezetésével kezdték, Raskó Istvánnak hívják, és ő egy nagyobb ilyen tímet hozott létre, és úgy kezdték a kutatást, hogy azt gondolták, ez látszik, kirajzolódik a kutatásból, hogy a honfoglaló anyag az úgy többé-kevésbé egységes, tehát mindegy, hogy honnan veszünk mintát. És akkor megcsináltak, nem tudom, egy 100 mintát. És kiderült, hogy
először is a köznépből jöttek, és rájöttek, hogy a köznép az olyan, mint Európa más köznépe. De az antropológusok ezt tudták, csak nem volt antropológus a, ugye, akik a tíbe. És utána ráadásul ez paralel csináltak élővizsgálatokat is, és egy olyan óriási szerencse van, ami hihetetlen, hogy van egy olyan polimorfizmus, TAT polimorfizmusnak hívják, ami finnugó nyelvet beszélő közösségbe jött létre olyan 4500 évvel ezelőtt. Ez egy ilyen néma polimorfizmus, ami egy mutáció, egy olyan szakaszon, aminek nincsen életbeli szerepe. De attól kezdve az egy Y-kromoszomán jött észre, tehát a férfi utódok, azok mindezt a mutáns alért mutatják. És egyszerűen nyomon lehet követni, milyen népekben, milyen százalékban van ez az allér. Na most ez csak finnugor nyelven beszélő, ma is a finnugor nyelvek sorában sorolt népek között fordul elő. Még a finnek között is, akik azért ott már messzire is mentek meg, mert ugye máshogy is néznek ki, mint a többi finnugor nép, de még őnáluk is 20-valahány százalékban fordul elő. A szibériai óbiókoroknál 70% körül. Tehát ugye ez egybevág a tapasztalattal, hogy ők azok, akik őrizték azt a... Egyetlen egy nép van, ahol nem találtak egy ilyen mutást alért se, és az a magyar. És akkor elkezdtek tapsolni, ugye a finn, hogy hívják ezt az ugor-török háborúban, a török oldalon lévő. Ugye, hogy megmondtuk, hogy a magyar egy török nép, és egy török nyelv. A magyar nyelv egy török nyelv, nem egy ilyen ugor nyelv. És aztán kiderült, még tovább vizsgálták, először budapestieket, akkor jó, hát ott ugye sok sváb, nem, szóval, akik nem, ugye nem valószínű, hogy nem magyarok voltak az őseik. De aztán Dél-Alföldön, akkor elkezdték vizsgálni a székelyeket, és kiderült, hogy azért egy koronai emberben megvan ez a lallér. Egy, de 400 férfiból egy. Ugye az 0,25%, tehát nem 20-valamennyi, mint a filmben, meg 70, mint az Obi-Ugorban. Viszont az Araskoéknak jött az az ötletük, hogy akkor nézzék meg a honfoglaló magyar, mondjuk így a vezérek között, tehát a leggazdagabb mellékletűek között. És négyet vizsgáltak meg, de a négyből kettőben megvan. Tehát, hogy milyen fordulatos ez az egész. Meg kell, hogy mondjam, itt állt meg a kutatás, azóta nem kapnak pénzt. Nem azért, mert valaki utálná ezt a pénzosztók között, csak kevesebb pénz jó ideje már a kutatásra. Tehát tulajdonképpen, amikor a megoldás kapujába érkeztek, azóta nincs folytatása ennek a történetnek. De érdekesen ez a dolog. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon, tehát egy ilyen, mint az, hogy a magyar, ja, és az, hogy akkor kik hozták ezt a magyar nyelvet a Kárpát-medencébe. Tehát itt akár a László Gyula elméletét is ellenőrizni lehet. Hogy valóban az avarok között megjelente már ez a tagpolimortizmus, vagy a honfoglalók a köznépben megvan-e, vagy csak a vezérek között. Meg aztán keleten hol van. Mert minden, amit én mondtam most, egy merészség, mert most egy sokkal hatékonyabb eszközzel ezt minden ellenőrizni lehet, ha lesz majd pénz. A kérdésem az lenne, hogy arra felé azon a pályán milyen sereget találtak el, hogy olyan kerámia kultúrát is tudom, amit a Kárpát-medencével is azonosítható. Hát ez olyan, hogy ez így megint a Gábor gyereset. Tehát én ehhez nem értek. A kerámiai végképpen. És a másik, hogy mostában már megint elkezdtek komolyabban kutatni a romás írással, de én, ahogy én látom, még mindig az adatok összegyűjtésénél tartanak. Tehát az, hogy tényleg ez a székely-romás írás, de ebbe is lesz változás. Vannak, tehát hogy ne. Nagyon sok romás írás emlék van. Egész közép-ázsia, az első ázsia teli van, de ugyanúgy a sztyeppe is teli van, ugye, ahol végig van, tehát ott is van.
Nagyon sok van, igen. Ez egy általános kurzus szokása, így szoktak írni. Az egy más kérdés, hogy ezeket milyen nyelven lehet elolvasni. De ez egy jelrendszer, tehát a latin betűkkel is szakran nyelvet lehet írni, ugye. Nem biztos, hogy az egyik spanyol, az egyik ugye spanyolul, a másik meg, mit tudom én, svédül. Na, akkor próbálkozhatunk megfejteni. Tehát a késő albankori robás feliratokkal ugyanez a probléma, hogy nem tudjuk, hogy magyarul vagy törökül kell elolvasni. Mármint egy jó magyarul. Igazán avatott kutató az egyik magyarul olvassára, a másik törökül. Igen, ugyanazt. Ugyanazt a kutatót. De amit a Rezső mondott, hogy ugye egyedül vagyunk, hát nyelvileg. Ja, nem biztos, hogy a nyelv az, nyelv az nem biztos, hogy genetika, meg nem biztos, hogy fizikai antropológia, vagy hát hogy hívjátok, amikor ugye a küllemet, hát a fenotípus, igen, antropológia. Az igen, tulajdonképpen azt hiszem, hogy amiről igazán akartam szólni, az az, hogy talán jó lenne, hogy ideje lenne, ha a köztudatba úgy bemenne, hogy nem vagyunk mi egyedül. Tehát nyelvileg egyedül vagyunk eléggé, hát persze. De hát nem csak nyelv van, és mi az angolokkal rokonságban vagyunk, mert ha a keltákról van szó, akkor ugye a brit szigetek jönnek szóba, meg a egész Közép-Európa, ha az illírekkel, akkor a délvidék, egy csomó analógia van Itália felé a romai temetőknek, úgyhogy mi gyökeret eresztett. Na és ez fontosan tartom, hogy egy mondat, az, hogy akár a gondolkozásunkban is ez lehetne egy ilyen szemléletváltás, hogy mi igen, és itt ugye minden nép rajtunk kívül, minden európai nép a történetében azt hangsúlyozza, hogy azhoz a földhöz, amiben ő most lakik, milyen rettentő sok köze van. Ő volt az első, aki odajött meg minden, még áll históriákat is gyártanak. Mi meg, akiknek tényleg nagyon mély gyökerei vannak itt, mi meg, erről nem beszélünk. Tehát akár egy ilyen szemléletváltásnak is itt lenne az ideje, hogyha már Európában hát ezért vagyunk rokonok velük, a kert, például a kerták révén. Így van. Meg Helvéciában, tehát Svájcban, Észak-Franciaországban. Igen, pont ilyenek végén vagyunk, vagy például a németekkel is. Ugye, ahogy mondtam, a Limes germán törzsek határolták. A tót, ugye a szlovákok, a tót ebből van. Tehát ők se csak szláv nép. A szláv kutatás egyébként az, ugye itt nagyon nem szerették évtizedeken át a szakma. A szláv kutatás, holott az nagyon jól végigvihető kutatás lenne, mert az őszláv krónikák megvannak. És leírják pontosan, hogy a szlávok 1000-1500 éve hol éltek. Pontosan, és milyen törzs, mit nem, hogy nézták azokat a törzseket. Az a törzs, amely Szlovákia, tehát a Csehország, Szlovákia, a Csehország az már inkább német eredetű, de nyelvileg ugye szláv, de utána lementek tőlünk nyugatra, itt errefelé volt a Balkánra, az egy szlovén nevű törzs, tehát az 1500 éve is szlovénnek hívták őket, és lementek ugye a mai Szlovéniáig, ott még őrzik is ezt a nevüket. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon szépen végigmutathatók lennének, hogy függünk mi így össze, de például a szlovákok azok pont ugyanolyan összetett nép, mint mi vagyunk, mondjuk ez a, még a honfoglaló magyarok is bennük vannak, már nem annyira, mert érdekes módon, hogy amikor a politikai megint mennyire csúnyán beleszólt, hogy őszintén mondom, hogyha én a mai népességben a honfoglaló magyarok leszármazott, ennek a bizonyos lovas népességnek a leszármazottait akarnám kutatni, akkor én azt a Dél-Alföldön kutatnám, mert a Vágvölgye,
hogy hívják is a fölnek az északi, a csallókőz, és tehát ott megtelepettek az, ezek a lovas széles koponyájában foglaló magyarok, és oda nem mentek a tatárok, a törökök nem pusztították, tulajdonképpen a második világháborúig ugyanott éltek. És a második világháború után pont őket telepítették a Dél-Alföldre, meg még sok felé. Szét a mai magyar, ez az erőszakos telepítés volt. Úgyhogy ők is ott vannak ugye a szlovákok között, akik maradtak, mert hát ugye asszimilálódtak. De hát a sokféle germán törzs, ott is a kelták, meg még hogy tudom, nem ismerem annyira, avarok szintén, még a mongolok is, tehát ugye például a komáromi temető, az egy nagyon erősen mongol temető, az egy ilyen nagyon gazdag avarkori mongol temető. Igen. Ez egy nagyon jó megközelítés, hogy legésen vagyunk egyedül, igen, emlékejelem is, hogy ez így van az a dolog. De jobbikről akkor nem értem azt, hogyha ez így van, elfogadom, rendben van, de akkor ennek nem mond ellent az, hogy akkor nyelvileg nem annyira kirívó? De. Ezért mondom azt, hogy nem kerülheti meg senki ezt a kérdést, egy kutató se. Azt, amit feszegetett a László Gyula, mindegy, hogy hibás, vagy nem hibás, vagy nem úgy volt. De a László Gyula pont ezt a kérdést feszegette, hogy lehet az, hogy ha kevesen voltunk, mert azt már régóta jeleztük, hogy azért nagyon kevés ez a honfoglaló anyag. Ha tényleg ők a honfoglalók, akkor a több szal, ott elsüllyednek a nagy tengerbe. Hogy lehet, hogy akkor mégis magyarul beszélünk? És tulajdonképpen erre volt egy válasz, egy olyan hipotézis, hogy hát ha hamarabb. Tehát ugye a régezek is észrevették ezt a nagy népesség robbanást. Hogy hát ha valami hamarabb ide jöttek a magyarok. Csak hát ugye talán most... Az a probléma, hogy csontvádat nem szoktam. De most beszélni. Már beszélnek, mióta ez a proémotizmus van. Most már beszélnek. De eddig nem beszélnek. Én még azt sem mondanám, hogy nem biztos, hogy tehát pusztán egy genetikai hibához, mondjuk nyelvet lehetne direkt hozzá nevelni. Nem, de tehát direkt nem lehet. Hát direkt nem lehet. Hát hány nyelvcsere volt Istenem a történelemben? Hát. Direkt nem lehet, de hogyha ha az jön ki, de, hogy nálunk annyira itt, hogy 1% alatti a magyar, arra nem lehet azt mondani, hogy mi minnyáján azoknak a leszármazottai vagyunk. Tehát ilyen módon lehet valami disztinkálni. Ja, és hogyha valaki akar nyelvtörténettel foglalkozni, hát főben van vitatalommal, amire a magyar nyelven a 7. század óta itt kell lennie a Kárpát-medencében, hogy tudják, olyan hangzó változások vannak, amit a magyarok a keleti sztyeppén nem vettek át, mert akkor addigra az a szláv nazál is már kikopott a nyelvtől. De ugyanakkor a finn oldalról meg mondjuk hívják meg, hogy erre kíváncsiak a Pusztai János a Szombathelyi Egyetemről, tehát elmondja, hogy minden probléma a finnugor nyelvészetben, hogy úgy omlik össze, mint a kártyavára az egész körülbelül, ő mint finnugrász. Szóval mindenhol hatalmas problémák vannak, nem csak a régészetben, nem csak az antropológiában, de mindenhol. A magyarság korai történetben az ilyen. Igen, meg nagyon csúnyán beleszólt a politika ebbe a dologba. Igen, igen. Tehát akkor, amikor azt mondják, hogy a Vámbéli Ármin ugye a turkológus, hogy a magyar török, de nem igaz, mert aki elolvassa Faksimile kiadott műveit, akkor minden oldalon akár megtalálhatja azt, ugyanúgy fejezi mindig ki magát, hogy a magyar fundamentumán tekintve finnugor nyelv. Csak utána olyan erős török nyelvi hatás érte, hogy... Tehát még ő sem, még a turkológus se vagy a kétségbe, hogy egy neolitikus finnugor név volt az alap, ami aztán falatos utat járt be. Azt szeretném kérdezni, hogy az önállt rányújtokat, akik a legjobbásnak hangzottakat, ezt és a önálltalan megfogalmazott következtetéseket, ezt hozzák-e a kollégái más antropológusok is? Illetve van-e vita az elmúlt tekintetében? Antropológiában? Az antropológiában, igen. Nem illetve, hogy
kérdezem ezt, mert elhangzom az előtt, hogy más tudományágokban hihetetlen viták vannak bizonyos korszakokat illetőleg, illetve bizonyos személyeket illetőleg, konkrét pillanatnyi Jézus származását illetőleg, vagy a finnugrálmidet, finnugor rokonságot tekintet, illetve sok hosszú sor. És ugye manipulációk is lehetségesek a történet, a történettudományban is. Vannak hamisítványok, előterületnek ugye hitelesnek volt, azt mondják, hogy hamisítványok, egy másolat például, de ez nem másolat. Vagy a régészettervekben is lehet manipuláció, oda visznek egy feltáráson mondjuk. De nem csak ilyen szándékos, hanem egyszerűen az ember rosszul értelmezi. Így van. Na most, tehát még egyszer megkérdezem, akkor, hogy osszák el az ön kollégái vagy más antropológusok ezeket a hangokat, akik ezeket a következtetéseket. Ezt itt el kell árulnom, hogy körülbelül 10 antropológus van az országban. És azok is mással foglalkoznak, igen. Tehát gyakorlatilag az, aki az antropológiát, mint eszközt a történelemtudomány kutatására használja, az nem azt mondom, hogy én vagyok az egyetlen, mert van egy-két doktori hallgatóm, aki már ledoktorát megcsinálja, de csak egy részterülete. Tehát ahhoz, hogy valaki, és volt elődöm, mert olyan nincs, hogy nem volt elődöm, az Érika volt az elődöm, aki egy generációval idősebb nálam, most 80-valahány éves, tehát ő már nem. És rajtam kívül meg más nem. Tehát tulajdonképpen ahhoz, hogy úgy mondjam, lássak így a pályán, és ez nem azt jelenti, hogy igazam van, hanem csak annyi, hogy merjek ilyen kutatásba belefogni, ahhoz kb. 20 év munkám kellett, hogy összegyűjtsem az adatokat. Tehát ez egy akkora adatbázison alakul, hogy gyakorlatilag 1000 év minden leleszemek van nekem Magyarországról, és egész Eurázsiáról, egyéni lelete minden, egész Eurázsiáról pedig körülbelül 1000 lelőhelyről vannak adataim. Na, ez az 1000 lelőhely, ez nem tudom én hány száz könyv több nyelven. Tehát el lehet képzelni, hogy ha meg lehet írni egy cikket 3 nap alatt, mert mit tudom én, egy rákos csontot találtam, vagy 5 nap alatt, akkor ez egy öngyilkosság, amit én csinálsz, szakmai öngyilkosság, hogy 20 év után jutok el oda, hogy az akadémián tartok egy ilyen előadást, és még jó, hogy nem rúgtak ki, mert nincs annyi cikkel, meg annyi infakartól, meg nem tudom én, mint aki 5 nap alatt írt meg egy cikket. Tehát itt ilyen is van, és az is, hogy nagyon kevesen vagyunk, és az is, hogy nem érdek, szóval azért nem érdekli mindenkit a történelem. Tehát, hogyha egy biológusként végzek, akkor inkább az a csoda, hogy engem érdekel a történelem, mert tényleg esetleg a csontszövet jobban kéne, hogy érdekeljen, és akkor. Úgyhogy nincs, sajnos nincs, és nem is lesz, mert körülbelül én vagyok az utolsó az, aki ezt összegyűjtötte, ezt az adathalmazt, aki érdekel is, meg a kezemben is van, és még érdemes leírni. Én utána már a fiataloknak nem érdemes, mert ahogy mondtam, a genetika, az a bizonyos genomiális genetika, az annyival erősebb eszköz ennél, hogy már én is azt akarom csinálni. Tehát én, ha állandóan pályázok, de ugye most, és ez nem nagyon sikerül, bár már éppen mostan talán nagy munkára lehetőség, hogy én bizony szeretném ellenőrizni, hogy azt, amit én eddig gondoltam, az genetikával igazolható-e, vagy összeomlik az egész. Amiben azért nem hiszek inkább, hogy elég és minden igazolható. Még egy kérdésem, valahol Észak-Kelet Magyarországon, Borsod megébátán, feltártak egy temetőt, ahol légelt koponyákat találtak. Hát ott sok van. És ezt szeretném megkérdezni, hogy ezt igen. Ez mi volt ez? Hát ez egy régésztől indult ki ez a nézet, hogy a magyarok kettős lélekhitele volt a magyaroknak, és akkor volt egy olyan lélek, ami nem tartózkodik állandóan a testbe, hanem kibe jár. És hogy tulajdonképpen ezek a, már az, amit említettem, a jelképes preparáció is azt szolgálta, és azért van ott, ahol tulajdonképpen ugye
nyitva van a pokonya, fiatal korunkban legalábbis, a szutórák, tehát a baratok mellett, hogy de én ebben nem hiszek. Tehát én nem hiszek igazán se ebben, nem hiszek, hogy a jelképes trepanáció ezt szolgálta, és az igazán ezt szolgálta a valódi trepanáció, a sebészi trepanáció. Én nagyon sok olyan esetet találtam, ahol egyrészt nem csak a honfoglaló magyarokhoz, tehát ez megvan az őskor óta itt a Kárpát-medencében is meg mindenhol. Az viszont tény, hogy soha sehol akkora mennyiségben nincs, mint a honfoglaló magyaroknál. De ugye tudni lehet, hogy a magyarok rengeteget kalandoztak, harcoltak, és nagyon sok olyan koponya van, ami valódi, tényleges sebészi trepanáció gyógyításra. Tehát, hogy kiszedték a szilánkokat, akkor olyan van, hogy számomra egyértelmű, hogy ilyen kardvágás nyoma. Olyan alakú a trepanáció, hogy itt elsuhant a kard, és akkor leskalkolta. Akkor van olyan is, hogy úgy leskalkolta, hogy pont a dura, tehát az agyvelő fölött elcsúszott, azt nem sértette, mert megsért, ugye akkor meghal az előszint meg minden, hanem úgy elevágta a csontot, olyan alakú, ilyen előszis alakú, és oda tettek egy ezüstlemezt, belevarták valószínűleg a sapkájába, és vígan él tovább. Úgyhogy én nem igazán hiszek ebbe, hogy ez a lélekhittel kapcsolatos, én valamilyen. Tehát egyrészt a sebészi trepanáció szerintem a gyógyítás szolgál, még akkor is, hogyha nem látszik az indikáció. Tehát van, amikor látszik az indikáció, hogy annyira torz, ilyen nagy különbség van a bal és a jobb érteke között. Most például vizsgáltam egy ilyen koponyát Szolnokban, hogy valami 20% különbség van. Na most az ott egy olyan turbulencia lehet, ott epilepszia bármi lehet ebből következően, és akkor ma is azt csinálják, hogy kinyitják a koponyát, ugye a Schumachernél, hogy azt a nyomást csökkentsék. Tehát ilyen is van. A másik az meg, én inkább arra gondolok, hogy valami törzsi jelzés lehetett. Ami ugye nagyon pervers, hogy ugye, de mégis van, tehát akármilyen, akkor is van, hogy nagyon furcsa magyarázatot lehet arra csak adni, de van, létezik. Tehát van általában ilyen egyszerű átmérőjű az a jelképes deponáció, egy ilyen henger alapú fúróval csinálták, éles fúróval, mert nagyon szabályos. És utána vagy úgy hagyták, hogy egy ilyen karika volt, de legtöbbször így kipattintották. És csak így éppen csak, hogy a külső rétege, tehát a koponya van olyan, hogy van egy nagyon tömő kompakt állomány kívül belül, és közben ilyen szivacsos, abban vannak a derek meg az idegek. És hogy azt ne is értsen, mert ugye azt befertőződik, akkor meghalhat. Nem mentek olyan mélyre, hanem csak azt a legkülső tömör állományt sértették meg. Van olyan kollégám, egy bolgár, ugye mondtam, hogy Bulgáriában van a volgai bolgároknál, meg a dunai bolgároknál fordul elő. Ő például szerinte ez a valamilyen keleti gyógyítással kapcsolatos, és ez valami, én nem értek hozzá, hogy tudják ezt a akupresszúrában ilyen pontok, ilyen akupresszúrás pontok, nem tudom. Tehát hogy keleti gyógyítók jöhettek velük, és azok alkalmaztak ilyen. Igen. Én azt szeretném megkérdezni, hogy egy ilyen jelképes trepanáció után a fej az hogyan működik tovább? Visszanőhet a bőr, illetve a baleset? Persze, semmi nem látszik. Tehát olyan nagyon ritka az, amikor véletlenül mélyre mentek, és akkor egy icipicit a szivacsos állományt is megsértették, akkor egy kicsit porodikus körülötte a csont, és azért egy kicsit begyulladt. Mondjuk 100-ból 2, ha ilyen van. És akkor utána nem visszavarták, vagy még azt se szerintem, mert olyan kicsi, hanem valószínűleg ilyen olyan gyógyszereket alkalmaztak, ami összehúzza a sebet. Tehát ez kívülről nem is látszott? Kívülről ez nem látszott. Ez nem látszott kívülről. Pár héttel ezelőtt itt a helyiságban jelentek egy cikk az aktivitében, hogy Szombathelyen lehető templom építkezés
közösségnek a helyszínén, feltárás ugye, törvényre szabályozom, hogy a építkezésen a feltárás kell végezni. És állítólag, hát szenzációként állítom is rá, hogy állítólag őskori leleteket találtak. Nem tudom, hogy antikor ilyen vonatkozása van-e, ennek van-e kúvása. Nem, antropológiai vonatkozása nincs. Kelta ezüst pénzek voltak, és már jó régen előkerültek, csak fordották be a köztudatba. Tehát hiába mennek már a helyszínre, nem keresőre, már áll a ház. De miért publikálták? Miért tartják titokban ezt? Ezt nem is. Hát egy építési területen van ez, akkor bárki oda lehet, és... Ja, csak ezért? Tehát Kelta ezüst pénzekről van szó. Ja, Szalézi templom. Igen, Szalézi templom. De ott már épül meg is az iskola épület. Már épül is már. Igen. Én egyébként azt sajnálom nagyon, hogy, hogy Szaváriáról olyan keveset tudunk embertanilag. Tehát, ugye az hát egy sajnos ez így van. Hát igen. Sajnos Szavária túl, hát Szombathely városa ugye túl híres volt ahhoz. Hát az első adatolvasztó lelet, amiről szakirodalom van, az 1580-ban került elő. Tehát nem a 19. században, hanem jóval korábban, és azóta lettem a köztudatban. Főként Szentmárton. Nyomán és bizony a 16. századtól gyakorlatilag fosztogatták a temetőket, ami oda vezetett, hogy amire a hivatos régészet a 19. század 70-es éveiben elindul, addigra már nem volt mit keresni. Tehát gyakorlatilag ma megsemmisült gyakorlatilag az egész, úgy ahogy van, tehát a temető rész, illetve amit az Erzsi mondott, ugye a csontázas temetők Szaváriában is, hogy a 3. század második felében kezdődnek el. Tehát előtte hamvasztásos sírok voltak, tehát azzal mondjuk ebben nagyon sokra lehetne menni, amúgy sem. És hát körülbelül hát ma összesen, ami föl van tárva, hát csontvába sír, vagy, tehát már rossz is a fogalmazás. Tehát a szaváriai temetőkből összesen, ami sírt mi ismerünk, az nem éri el az 1/1000-ét a lehetséges sírszámnak, ami földbe került a mondjuk 400 év alatt, amíg a romaiak itt voltak. Egyébként ez nagy fesz, hogy ez különösen. Tehát hát ez különösen kész. Semmi nem tudunk gyakorlatilag antropológiailag, tehát ennek a vidéknek a római kori népéről szinte semmi. De akkora pech az is, hogy amikor még nem volt tanult régészet, tehát a 19. században is elkezdtek a városok fejlődni, akkor tényleg olyan barbár módon estek neki a leleteknek, hogy például ugye egy hun királynői diadémunk van, a csornai, az között, ugye itt van. De hogy néz ki a királynő, azt nem tudjuk, pedig a fején volt, de az kézen közül eltűnt, az mire összetört, a nem gyűjtötték be, de most már azzal is tudnánk mit kezdeni, ugye a genetika óta nem, nincs semmi. Majdnem ugyanolyan, mint a Ukrajnában a szkíta királyok, ugye ott óriási kurgánok voltak királyok, és amikor a nagy Katalin föl akarta tölteni az ermitást aranykincsen, akkor a hadsereget oda vezényelte. Széttudták az egészet, több ezer ember dolgozott egyszerre. A kincs az megvan az ermitásban, de ez két a királycsort sincs. Nem tudjuk, hogy néznek ki a két a szét a királyok. Hát ugye nincs több kérdés, akkor én megköszönöm, hogy eljöttek. Nagyon köszönöm, hogy kellett beszélgetni, és van a mikrofon. Köszönöm.